Nem túlzás azt állítani, hogy egész Európa a holnap kezdődő futball Európa-bajnokság lázában ég, hiszen a sportvilág talán legkiemelkedőbb csillagaival találkozhatunk estéről estére. Kecskemét sem kivétel ez alól, hiszen már napok óta készül a híres forrás szökőkút mellett az EB-sátor, ahol a rajongók egészen a megmérettetés végéig nyomon követhetik a mérkőzéseket. De akiknek ez nem lenne elég, egyéb színes programokkal is várják az érdeklődő közönséget. Ez a Nyárestek a Főtéren rendezvénysorozatunk, ami szintén holnap indul. Az első EB mérkőzés után 20 órakor Tabáni István koncerttel várjuk az ide látogatókat, szombaton pedig Kocsis Tibor koncert lesz. Illetve a koncertek után mind a két nap minden idők legjobb nyári slágereivel várjuk az ide látogatókat. Vagyis június 8-ától indul a Nyáresti Fesztivál sorozat a város szívében, és egészen augusztus 26-áig lehet igényesen szórakozni Kecskemét belvárosában. De nem csak a belvárosban lehet a nyár sporteseményeit végigkövetni, hiszen a szabadidőpark Domb Beach részén is készülnek a bajnokságra. Itt a szabadidőparkban mögöttem látható egy 12 négyzetméteres kivetítő. Itt a nézők, illetve a strand vendégei nyomon követhetik majd élőben az összes futballmérkőzést. Extraként tippversenyt is rendezünk majd, itt sört, illetve ilyen egyéb büfében elég jó kis nyeremények lesznek, úgyhogy érdekes lesz a vendégeknek fogadniuk a meccs eredményekre. Emellett az Európa-bajnokság véget értével az olimpiát is, illetve a Forma 1 futamokat is mindent élőben fogunk közvetíteni, így senki nem marad le semmiről, aki jön hozzánk. Aki viszont a sportot nem csak a képernyőn szereti követni, hanem saját maga is művelni, arra is lesz lehetősége a hetekben. Június 16-17-én fogunk rendezni egy strandfutball bajnokságot. Erre itt helyszínen lehet majd nevezni a csapatoknak. A strandfoci bajnokságra jelentkezni június 12-ig lehet a helyszínen. Természetesen az általunk bemutatott helyeken túl mondhatni nincs olyan vendéglátó egység a városban, ahol ne készülnének az Európa-bajnokságra. Így többek között a Bocskai utcán, illetve a Hoffmann János utcán található pincehelységekben is különleges sörökkel, nyereményjátékokkal várják a futballvilág rajongóit.